A bioborkészítés és a bioborok egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek hazánkban is szerencsére. Nekem laikusnak nagyon nehéz elképzelni, hogy több hektáron úgy szőlőt termeszteni, hogy a semmi ne betegítse meg, úgy, hogy még vegyszert sem használnak. Hát nagyon-nagyon nehéz feladat lehet, rengeteg tudást és rengeteg odafigyelést igényel, ez biztos. Most megnézzük, hogy készül a biobor. Vagyunk a káprázatos Szent György hegyen, és hát a panoráma az magáért beszél, és jó társaságban, jó borok mellett pedig repül az idő. Mi adja a Szent György hegynek ezt a fajta különlegességét, ezt a hangulatot? Mi az, ami miatt ilyen közkedvelt borturisztikai helyszín? Rendkívül szép helyen helyezkedik el. Ugye a Badacsonyi borvidéken vagyunk jelenleg, itt a Tanúhegy egyikén, a Szent György hegyen. Ugye ezek egy vulkanikus talajjal rendelkező hegy. Mit érdemes tudni a Szent György helyről? Mennyire fontos egyébként itt a hagyomány tisztelete, mennyire a gyökerekből ered az, amit ma itt kóstolni lehet? Hagyomány ismerete, tisztelete az nagyon fontos, az edukáció is fontos. Napjainkban már igény is van arra a közönség részéről, hogy többet tudjanak szakmailag a dolgokról. Én azt gondolom, hogy minden pince foglalkozik valamilyen szinten azzal, hogy edukálja a fogyasztóit, a vásárlóit. Természetesség hogyan köszön vissza az ízekben, mi az, ami tulajdonképpen a balatoni szentgyörgyhegyi szőlőfajták adnak, és hogyha mindez egyébként találkozik a természetességgel, akkor azt hogyan találkozunk mi ezzel a poharunkban? Itt a Badacsonyi borvidéken a borászatok mindegyike foglalkozik a hagyományos borkészítési eljárással, és tölt úgy palaszba borokat. Gondolok itt arra, hogy fahordós érlelés, és ezek nagyobb testű, olajosabb, alkoholosabb termékek. És megjelentek már természetesen a pincészeteknél a reduktív, könnyű, gyümölcsös egynyári borok is, hiszen erre is van kereslet. A különböző borászati segédanyagokat gyártó szervezetek is nyitottak már abba az irányba, hogy különböző bio élesztőket, segédanyagokat gyártsanak, hiszen egyre több tudatos vásárló van, aki azt mondja, hogy nem mindegy, hogy mi az, amit megeszem, megiszom, nem mindegy, mi van a tányéramon, mit öntenek a poharamba, és számomra fontos az, hogy a lehető legkevesebb oda nem való anyag kerüljön be a szervezetembe. You were right there all along.